Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Április 11-én újra kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Egy portál nap van. Ez egy finom energiamező, ennek van gyógyító hatása. Azon kívül kinyílik egy ajtó, kinyílik egy égi kapu a spirituális területre. Ezen a napon este 11-től tartok egy szertartást, e-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint, hogy miről van szó. Ezen a napon, ezen a portál napon erről beszámolok most, ezen a felvételen. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki. A forrás tehát a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban vannak hullámok, vagy rezgések. Ez olyan, mint nálunk a hét, de a majáknál egy ilyen hullám 13 napig tart. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy ez a 13-as szám szerencsét hoz. Ez a portálnap április 11-e a 10. hullámban van, ami eltart április 12-éig, és április 13-tól indul a következő hullám, mégpedig a 11-es. De ez a nap, ez a portál nap még a 10-es hullámban van. És ez a hullám azt jelenti, hogy most indíthatunk valamit. Egy terv most megvalósítható, hiszen lesz egy új irány, lesznek változások, sokaknál egy új kezdet, amikor egy új periódus kezdődik az életünkben. Ez a portál nap április 11-e, a 12. nap ebben a 10-es hullámban, és ez azt jelenti, hogy te indítasz valamit, vagy aktív leszel, vagy keresel kapcsolatokat, de mások is közelednek hozzád, itt kialakulnak jó kapcsolatok, ezek vezethetnek szerződésekhez is, adásvételi szerződés, munkahelyi szerződés, vagy bérleti szerződés. A párkapcsolatot illetően itt van közeledés, vannak közös tervek, ami megvalósítható. Ebben a maja naptárban vannak bizonyos szimbólumok, és ezen a portál napon Muluk uralkodik. Muluk lefordítva vizet jelent, ez látható a képen is. Ez jelentheti azt a víz, hogy tisztítunk valamit. Például lesz egy nagy takarítás. De jelentheti azt is, hogy szeretnénk valakivel valamit tisztázni. Ezek lehetnek akkor fontos beszélgetések. A víznek van tisztító hatása, vagy azt is jelentheti ez a víz szimbólum, hogy most előre folyamodnak az események. A víz az jelentheti az intuíciónkat is, és ez utalhat egy spirituális területre. Vagy, amit a víz még jelent, ezek az érzelmek, hogy valaki érzelmekkel közeledik hozzád, vagy te ki tudod mutatni az érzelmeidet.
A víz jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket is, és ha megvan a hit, ha hiszünk ebben, akkor ez az álom megvalósulhat, előre folyamodnak az események. A víz jelentheti az ivóvizet is, hiszen ez fontos a szervezetünkre, hogy figyeljünk oda, hogy milyen minőségű vizet iszunk. Azon kívül jelentheti a természetet is, egy forrást, egy patakot, egy folyót, egy tengert, vagy egy tót, és akkor az lehet egy kirándulás, hogy kirándulást tervezünk, ahol víz van, mert ez jót tesz nekünk. Lehet egy változás is, egy lakhelyi változás, egy költözködés, egy új otthon, és akkor azt jelenti a víz, hogy a közelben víz van. Mindez utalhat a víz elemére. Ami az asztrológiát illeti, van három jegy, ami a víz eleméhez tartozik. A kardinális víz elem az a rák jegye. Ez utal az otthonra, a családi kapcsolatokra. A rák jegyében jelenleg nincs bolygó, nincs mozgás. A fix jegy, a stabil jegy a víz eleménél az a skorpión jegye. Ott sincs mozgás jelenleg a skorpión jegyében. A skorpión jegye jelenti a transformációt, amikor bizonyos érzelmekről el kell búcsúzni, mint például félelmek, vagy bizonytalanságok, vagy féltékenység, lezárni ezeket a negatív érzelmeket, és a pozitív érzelmeket élni, a bizalmat, a hitet, a szeretetet, a szerelmet, és ez a transformáció, ezek a változások a skorpión jegyéhez tartoznak. És a harmadik jegy, ami utal a mozgásra, a változásokra, az a halak jegye. Ott jelenleg sok minden van a halak jegyében. Egyrészt Neptun bolygó, az jelenti az álmokat, és Neptun bolygó jól érzi magát a halak jegyében, hiszen uralkodik a halak jegye felett. Itt erősíteni kell a hitet, hogy egy álom megvalósulhat. Vénusz bolygó az indiai asztrológia szerint szintén a halak jegyében van, ahol kiemelkedik, itt a szerelemről van szó, vagy rólunk hölgyekről, és itt van a kármikus csomó ráhó, szintén a halak jegyében utal kármikus témákra, egy új irányra, változásokra. Merkur bolygó az visszafele halad, április 24-éig, és a kos jegyében volt, de most visszatért a halak jegyébe ezzel a visszafele mozgással. Az jelentheti azt, hogy valaki visszatér hozzád a múltból, keresi a kapcsolatot veled, beszélni akar veled. És most összefoglalnám azt, hogy milyen témák vannak ennél a szertartásnál, ennél a portál napnál. Hogy legyenek lehetőségek, hogy meglegyen a gyógyító erő, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon, hogy legyen egy spirituális terület, ami érdekel bennünket, lehet, hogy az a hivatásunk. Ez a szertartás segít abban is, hogy az álmaidat meg tud valósítani, hogy legyen jó kapcsolat, hogy legyen segítség, vagy legyenek közös tervek, ezek lehetnek barátságok, ez lehet a szerelem, ezek lehetnek munkahelyi kapcsolatok, vagy kapcsolatok a családban. Abban is segít ez a szertartás, hogy legyen meg számodra egy jó, egy előnyös szerződés. Azon kívül, hogy éld az álmaidat,
és hogy egy álom megvalósuljon, hogy tisztázódjanak bizonyos dolgok, hogy előre folyamodjanak az események, hogy ő nyitott legyen érzelmekről beszélni, vagy jelenthet egy utazást is, ahol víz van a közelben, hogy sikerüljön ez az út, és jól érezd magad. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. A véleményedet leírhatod a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!